Fabian Fable, Jégtánc, 6. rész. Jáde pulóvert, pamutnadrágot, magas szárú tornacipőt, tollkabátot öltött. Valamennyi darabja pasztelfekete színben üdél lett. Sapkáját, kesztyűjét zsebre gyűrte, és útnak indult. Az utcán elégedetten szemlélte a lámpafények kergette árnyékát, amint az körözött körülötte, olykor óriásira nyúlva elévágott, máskor mellé húzódott és összetörpült, de nem lehetett belőle kivenni, hogy a kabát kövérített egy nyurga alak férfi vagy nője, és a lány pontosan ezt akarta. Nazir Madame Solidan kondiszalonra keresztelt gyúrótermeiben nem sok bige fordult meg, sőt éppenséggel kevés, s ha ő tartósan óhajtotta űzni választott szakmáját, nem mehetett híre annak, hogy egy lánynemű egyén is tevékenykedik a pályán. Előbb ért a találkahelyre, mint Allen. Állongott a galamtrágyás tér sarkán, egy tavaszig szünetelő kőkútnak támaszkodva, s lassan felhetszelte magát. Éppen eleget gyakorolt Allennel és másokkal is, hogy tudja, talán nem erősebb náluk, de hajlékonyabb, fürgébb és ügyesebb, vagyis eredményesebb, ám mégis ő a beosztott talonc. Ha a csirokit megcsinálhatta egyedül, Nazir madám bármit rábízhatna. Allen tovább késlekedett. Két gyalogrendőr sétált át a téren, jól megnézték Jádét, de nem zaklatták. Alig, hogy a hekusok eltűntek, két beszeszelt turista közelget egymást karolva kabát nélkül hasig kigombolt ingben, gőzölgő lehelettel. Ők is megbámulták a lányt, s mintha valami eszükbe ötlött volna, de nem bírtak rájönni, mi is az. Rövid, tántorgó ácsorgás után sarkukon fordultak és elbukdácsoltak a belváros felé. Végre Allen is előkerült. A kígyóforma, halvány kreol bőrű, sötét szemű figura orra alatt két függőleges csík ékeskedett, a büszke tulajdonos szerint bajusz, Jáde szerint permanens orrcsurgás. Egy percig elvitatkoztak a késésen, majd szótlanul útnak indultak. Action! Közölte Allen egy sötétbe borult kertben kuporgó háznál. Jáde körülnézett. A járda mellett egyetlen autó sem vesztegelt, csupán két lejtett vállú, lompos kuka bugyogta tartalmát. A hajdani kovácsmester az állatos korszakát élhette, midőn megalkotta a kerítést, kakast, tyúkot, kacsát, bárányt, terelő ebet komponált a műbe, amely úgy hatott a városi utcán, miként Schwarzenegger festene tülfotros tütűben. A dárdahegyekkel tűzdelt kerítésen túl örökzöld bokrok komor körvonalai sejlettek, s az újonnan akászlilára festett ház ablakaiban sötétség könyökölt. – Várj meg a kertben! – súgta Allen. Felpillantott a kapura, majd Jádére nézett, és vigyorogva félrehúzta kabátja szárnyát. Bal karja alatt megvillant a börtökbe csúsztatott fegyvermarkolat. – Arról volt szó, hogy… – sziszent a lány. Allen visszahátrált és lehajolt hozzá. Vigyorgott. – Jól elnevezted Nazirt. Mióta meghallottuk, aki meri, madámozza. Nevet komolyan a pasit. Ő csak felveszi a megrendelést és kiadja a parancsot. A lény java az övé, mi viszont játszhatunk az életünkkel. Ha rám hallgatsz holnap, kimész a Teheránra és veszel egy stukkert. Ha nem akarsz költeni, elszeded egy hekusét. Amiről a madám nem tud, az olyan, mintha nem is létezne. Tudod, ha ez a stukker nálam van, én tök nyugodt vagyok. Allen nekifutott és átlendült a dárdák fölött. Jáde követte. Meglapultak a kertben, vártak, de semmi mozgást nem észleltek. Ekkor görnyetten körbejárták a házat, azt figyelvén, miként lehetne bejutni. A tatarozók csak nemrég vonulhattak vissza a falakról, még nem sikerült eltakarítaniuk a festéskor keletkezett temérdek sitet, időnként törmelékre csent a lopakodó talpak alatt. A ház frontján csak nem teljesen üvegfalú nappali támadatlannak ígérkezett. A hátsó fal tövében lebetonozott rózsabokor agonizált, herbadó virágai teaillatot leheltek, az első fagyra várhattak, miként a megváltásra. A bokor fölött résnyire nyitott ablak ingerkedett Allennel. Itt besiklok. Nem tudom, nyögte Jáde. Olyan érzése támadt, mintha az opál átízította volna a foglalatát, és az ujját perzselgetné. Mit nem tudsz? Te nyitva hagynád az ablakot ilyen zegernye időben? Én nem, de mivel akkor, ha ez egy asztmás? Nem ajrész, nekem kell bemenni. 5 perc múlva itt vagyok. A kígyószerű alaknak meg sem kottyant az ablak magassága, szempillantás alatt beívódott a házba. Jáde a gyérlombú rózsabokorra hajolt és belélegezte egy papírszerűvé száradt virág illatát. Mint a mezei füvekkel tömött párnák, úgy illatozott a rózsa az elhalt nyárra emlékeztetőn, szelíden. Jáde elmozdult az ablak alól, ám ugyane pillanatban meg is dermedt,
mert a ház sarkán túl fénycsóva lobbant a kert bokraira. A nappaliból áradó éles kékesfehér lámpavilág valósággal felizzította a tűztövés bokrok piros és sárga termésfürtök alatt roskadó ágait, de az opál is izzott a fekete kesztyű alatt. A lánya bozódva súrant, és a lomb fedezékében került előre, bár már rosszat sejtve, még az áldott kretén kertészt átkozva, aki a teljes botanikából csak a borbolyát és a tűztövést bírta megjegyezni. Nem pergesse meg a rángó görcse tüskéit között. Ám a dohogás a beszívott levegővel együtt bennrekedt, amikor felnézett a fényárban úszó üvegfalakra. A hodály nappali közepe táján alentoporgott, s mint cserkelő vadak, négy fegyveres körözött körülötte. Az ötödik egyén, bizonyára a házigazda, éppen italt töltött a fából faragott bárpultnál, vaskos ujjai közt füstölgő szivarral. Miután a gazda az italba ízlett, Allen fölé bökött a szivarral, és mondott valamit. A négy marcona egyike az a kója alá nyúlt, hangtompítót húzott elő, és élveteg lassúsággal pisztoly a csövére tekerte. Egy másik figura a vassárga öltönye bal hóna alatt égtelen dudorral szélesre tárta a terasz ajtót. Jáde lázasan töprengett. Társa csapdába sétált, ő fegyvertelen. E ponton megdöccent az agya. Halk bukkanást hallott, s látta, hogy Allen eldől, majd átlőtt jobb térde köré, mint egy a fájdalomra tekeri a testét. A lány nem igen értette, mi történik. Oké, a gazda valamiképpen megtudta, hogy hívatlan vendég lepi meg. Nem sütivel készült a fogadására, hanem killerekkel. De hiszen Allent kivégzik, sikoltott némán, meghalván a második pukkanást. Allent a mögötte terpeszkedő kanapéhoz vágta a lövés ereje. A férfi tenyerét a vállán ütött sebre szorítva teljesedő szemmel merett az ujjai közül bugyogó, sűrű vérre, s mert kezek közel jártak a bátyja alá rejtett fegyverhez, mert a fájdalom és az eszelős félelem megvadította, képes volt stukkert rántani, és kín könnyein át megcélozni hóhérát. Jáde előre vetette magát a vendég kedvelő tövisek közt, és felragadott egy törött tégladarabot. Abban a pillanatban, amikor Allen tüzet nyitott, a féltégla áttört az üvegen, és leterítette az avarsárga zakós bérencet. Vadlövöldözés vette kezdetét. A jégcsaposra sebzett ablaktábla megrendült és leomlott. Allen madzagos figuraként rángatózott a testébe vágódó golyók lekéseitől, vaktában lövöldözött, míg nem elszállt belőle az élet. A házigazda lebukott a pult mögé, és fülére tapasztott kézzel üvöltött félelmében. A hangtompítós killer a szőnyegen ülve merett sebeire, két keze tétován lebegett előtte, miközben testéből, akár egy egér rágta öntözőcsőből, lüktető sugarakban spiccelt a vér. A sárgazakós bérenc mozdulatlanul hevert, a féltéglára hajtott fejjel, mintha csak szenderegne. Két társa óvatosan a terasz felé indult. Já, de rosszul lett, és nem csak majdnem. A vacsorára begyűrt szendvics falatjai a torka felé indultak, végtagjai hirtelen kihűltek, és kíméletlen remegés lobbant a lábujjaiból a vállához. Vörösség áradt a fejébe. Néhány másodpercre elvakult a tűzlabda izzásától, majd váratlanul kitisztult előtte a világ, megfeledkezett émelgéséről, keze ökölbe szorult, és meghallotta, hogy a magasban helikoptermeny dörög. Időközben a két fegyveres kisugrant a házból, és szétfutottak a kertben, elhagyván a nappaliból kitóduló fénykört. A dübörgés erősödött, és bekövetkezett a legrosszabb, ami ezen az estén még történhetett. Reflektor dúlt a magasban, a fénycsóval kerteket kotorázta, azt kutatván, melyik házban folyhat a stukker szeánsz. Isten verte, rohadt zsaruk! Árgus, telefonhoz rohangáló szomszédok, Isten verte, nazír! Jáde lekuporodott a földre, egészen rásvimult, már-már beleolvadt. Ág recsent a közelében, de nem is ág, inkább szövetrecsegett, tövisek tépázták. A lány teknőc lassúsággal kúszott előre, kihasználva, hogy néhány perccel régebben ismeri a terepet, a bokrok és a kerítés közti keskeny ösvényen araszolt, és csak nem köszönetet rebegett a helikopteres zsaruknak, amikor fénykörük megvilágította a borbolyában lapító killert. Jáde helyből szállt fel, lábbal előre érkezett, a zavarodott arcba, kettőt rúgott, felkapta az elejtett fegyvert, és a pisztolyaggyal halántékon csapta a kábult fickót, habár csak a teljesség kedvéért. A helikopter hangszórója unalmas felszólításokat üvöltött, a robajló fémmadár helyben lebegett, a reflektor célkörébe fogta Jádét.
A lány megpillantotta a másik fegyverest a fénycsóva peremén. Nyomban megfeledkezett a batka csavadászatra emlékeztetően kínos helyzetről. A killer lassan kifelé hátrált a fényudvarból, közben célba vette szintén pompásan megvilágított ellenfelét. A zsaruk szónoklata ahhoz a ponthoz érkezett, hogy most aztán jönnek a figyelmeztető lövések. Nem a levegőbe beszéltek, csak ugyan tüzelgetni kezdtek. Nem sikerült több figyelmet kivívniuk, mint a döngicsélő szúnyogoknak, hiszen a földiek egymásba feledkeztek. Jáda visszakaparintotta a leterített bérenc fegyverét, két golyót süvített el a válla fölött, hármat küldött viszonzásul, egy lövést elvétett. A killer mégis elcsendesedett egy sitrakás tövében. Ám a zsaruk egyre komolyabban lövészkedtek. Jáda a hátára hemberedett és a magasba lőtt. A helikopter reflektora kilobban, szikra eső hullott alá. Szinte nyomban meggyulladt a másik fényszóró, de mire célkörébe fogta a kertet, Jáde az épületbe szaladt. Ezt a tettét a nappali közepén kezdte is megbánni, hiszen hallhatóvá vált a közelgő zsarukocsik hisztérikus víjogása, és a háznál külön csapdát elképzelni sem lehetett volna. Ám ekkor megpillantotta a bárpult mögött hasaló házigazdát. Minden egyéb kiment a fejéből. Talpra rántotta a súlyos egyént, azt akarta, hogy látogatása sokáig megmaradjon a pasas emlékezetében. Sietnie kellett, ezért apró, gyors rúgásokkal nyitotta meg az emlékkönyvet. Feljegyzett néhány bölcseletet a hasi és gyomortájékra, végül egy halánték ütéssel becsukta az albumot, és elengedte az izzadságtól síkos gazdát. A hodályon átvágva nagyon ügyelt, nehogy állára nézzen, ám mégis a látóterében nyomult a kép. A kifacsarodott tagokkal, görcsös pózban heverő test, ruháján a mocsok foltoknak rémlő golyónyomok, és körös körül tengernyi alvadó vér, akár egy dermedő tűzzománc folyam. Amikor kilépett a nappaliból, lekattintotta a lámpát. Néhány másodpercig várt, hogy újra látni kezdjen. Besietett a legközelebbi nyitott ajtón. Liliomfehér törölközők fogták közre, a sarokban akkora kád állt, mint az ő hálószobája. Felpattant a nyitott ablakba, és kipréselte magát a szűk nyíláson. A rózsabokorban landolt, letört egy virágot, és a testébe fogadott néhány tövist. A kapu előtt kocsi ajtók csapódtak, helikopter fényszorója a terasz előtti térséget célozta. Jáde átküzdötte magát a hátsó kert növézetén. Itt szelidebb flórát talált, bókoló madárbírsek és nyíratlan loncok ölelték körül. Felhúzózkodott a kőkerítés tetejére, és átgurult a szomszéd kertbe. Felfeleztetéstől nem kellett tartania, a háziak a kapu előtt tátották a szájukat. Csak a kutyájuk volt éber. A behemót vérebb hajmeresztő morgással cammogott elő a lugasból. Jáde küzdőállásba szökkent. A reflektorfény rájuk talált. A Rottweiler lehetett szerfelett kötelességtudó, ám de olyan kövér volt, mint egy szalonna. Sonkacombjai rocsadoztak a hízott hátsó fele alatt. Hikoma, menj a helyedre, parancsolta a lány. Az ebb leült, felemelte egyik hátsó lábát, hogy zavarát vakarózással palástolja, ám ez a tette tragikus egyensúlyzavarokhoz vezetett. A Rottweiler felborult és elgurult a fűbe, ettől viszont ismét vérömlény szökkent az agyára. Morogva, fogát csattogtatva, görgött tova, egyre maga köré kapdosva, hát ha elkaphatná a pimaszt, aki ezt tette vele. Ja, de nem lélegezhetett fel, hiszen ott állt a vakító fénykörben, és hangszóró tudatta vele, ha megmoccan, lelövik. Felemelte a karját. Felmérte, milyen messze lehet a fénykör szegélye. Aztán ugrott, és hallotta, hogy golyók porzanak a nyomában. Elérte a következő kerítést, azon is átlendült, mielőtt a reflektor befoghatta volna. Tudta, hogy a gyalogzsaruk az utca felől tépnek utána. Négy kézláb súrant a bokrok alatt, ha a fénycsóval közelében kotorászott, moccanatlanná dermedt az örökzöld lombok alatt. Áldotta a babérmet sövényt, se nem szúr, se nem alacsony, jótékonyan rejtegető. Óvatosan teknőcölt előre. Felvert egy alvó macskát, és első ijedtében azt hitte, valamilyen szörnyel futott össze, mert egy feltupírozott, szőrű, sziszegő, köpködő bestia vágódott az arcába 92 kimeresztett körömmel. Szerencsére a cicus nem forszírozta a csatázást, dühe kiadtával továbbált, ám magával ragadta a végtagjaira gabajrott kötött sapkát is. Jáde megdermedt. Fedetlen arccal egyetlen pillanatra sem kerülhet a reflektor elé. Legfeljebb azért, hogy lelövesse magát. Frászt, hogy bárnak legyen igaza. A kretén macska közelben hempergett a végtagjaira csavarodott ellenséggel vívott, olyan hangokat hallatva, mint egy törött gázcső.
Jáde kiugrott a bokorból, maga alá gyűrte a szörnyet, lefejtette róla álcáját, azután messzire hajította a tébolyrottan harcoló házi kedvencet, és visszavonult a babérmegy ölére. A helikopter reflektora a feje fölé ért. Jáde a földbe simult. Néhány végtelennek tetsző pillanat múltával a fénykör odébb mozdult. A lány felszökkent és átmászott a kerítésen. Utcán találta magát, a járda szélén sorakozó fák alatt autók ácsorogtak. Jáde hasra vetődött, és becsusszant egy kocsi alá. Arcát a flaszterhoz simította, alig lélegzett, a rotor dübörgését hallgatta. A helikopter távolodott, egy darabig a közelben körözött, majd átadta a terepet a gyalogrendőröknek, akik kézi reflektorokkal átkutatták a környék összes kertjét, hajlékát. A lány nem tudta, mennyi ideje hasallat a kocsi alatt, órák vagy évezredek is elmúlhattak. Az útra pettyent olajcseppek is megavasodtak. Amikor úgy gondolta, hogy elcsendesedett a táj, és talán a zsarok is belefeledkeztek Allen és a killerek földi maradványaiba, kikúszott rejtekéből és futásnak eredt. Szaladtában lehúzta és zsebre gyűrte álcáját, közben hálát adott magának, amiért visszazsákmányolta a macskától. Ha nem tette volna, immár laborosok nyammognának hajszálain. Hamarosan kidobolnák, hogy gesztenyevörös hajú női egyén volt az elkövető. Voltak éppen ő most mit követett el? Jobbnak látszott nem is gondolkozni ezen a kérdésen. Jáde azon kapta magát, hogy a Teheránon jár. Átkelt a piacon, az ócskás kirakata elé vitte a lába. Belesett a sötét üzletbe. Nem látott semmit, mégis érezte, hogy a pillangó lány és a holdkő tud róla, mi több, ők csalták oda. Megpróbált nevetni, de csak kurta, sziszegő hang facsarodott fel torkából. Lefejtette magát a mocskos üvegről, és hazafelé indult. Tolószék gurult az utca végében, megkurtított síbotokkal hajtott, különös jármű. Jáda kilépett, hát ha a fosszília sízik amott, de mielőtt a sarokhoz ért volna, eltűnt a tolókocsi. Tiltont ébren találta. A szakszis nem zenélt, nem írt verset, nem kapirgált hangjegyeket. Köhögött. Két fuldoklásos roham között megállapította, hogy Jáde arca kísértetiesen úgy néz ki, mint a nemrég néhány tigrissel vívott volna közelharcot. A lány injekciót szúrt Tilton vézna combjába, majd hozzálátott, hogy kioperálja magából a rózsatöviseket. A túlkabát visszaverte a támadást, de a pamut nadrág nem, így aztán a műtéti terület comb és fenéktájra korlátozódott. Aznap éjjel álmodott először a városra hulló repülőgépből elősereglő szellemalakokkal. A legelső kísértet, akit felismert, Allen volt. Másnap arra toppant a gályaterembe, hogy társai nazért szorongatják. Madámjuk csak a vállát vonogatta, és azt ismételgette, elég baj neki az, ami történt. Még a nyakába találnak zúdulni a hekusok, úgyis régen kóstolgatják már a szalonnyát, hogy hát az nem is akármilyen konditerem, hanem Bérenc képez le, és ő már azt sem tudja, kit kenegessen meg a magas hivatalokban a nyugalma véget. Különben is tőle csak embert kértek könnyed testi sértegetés céljából, mit tehető arról, hogy valahol valakik belekavartak a fekás üstbe. Azután a társak Jáde körül sorakoztak fel, és tőle óhajtották hallani, miként zajlott a bál. Nem volt pusztakezes, mondta a lány, keményen nazír szemébe nézve, és a legkevésbé sem volt zavartalan. Allen lassú kínhalált halt. Oda csődült az összes zsaru, égiek és földiek, alig tudtam meglépni, de a gazda megkapta a betevőjét. Miért nem ölted meg? Habozott az egyik kolléga, Olló Csúf nevű. Kinyíratta Allent. Láttam a reggeli híradóban, mi maradt belőle, bólogatott komoran a homokzsák alkatú Viktor. Sztár lettél, téged is láttalak, újságolta 196 centis, mindig vihorászó kínai fickó, Cham Chong Bece nevű. Már ha te voltál az a nyakba húzott sapkás fazon, akinek a viáncolását filmre vette a helikopter kamerája. Ez a csaj egy női Jackie Chan. Azért, nehogy elbízd magad, intette Olló. Nem te voltál a fő sztár a reggeli zaftosban, hanem az a három pasas, akik nyuszi, bárány és tehén állarcban berontottak egy ékszerészhez, összesöpörtek pár marék brilt, aztán nyomtalanul felszívódtak. A biztonsági kamera szépen felvette őket. Nyuszi, meg bárány. A bomba tehén ripityommá lőtte a brillész kirakatát. Rögtemben leszaggattam a pizsim gombjait. Nazir elunta, hogy farkas szemet nézzen Jádéval. Menj ki olaszod a sunyiba, és tanulj tőle valamit.
Nehogy itt lóg a zsaruk meglepnének. Mondd csak, a pacákot haverja az a langalét, a egós mennyit tud a dolgaidról? Nem az én haverom. Elviszel olaszhoz? Nazir szinte felsikított felháborodásában. Az urassági kocsis, az vigyen el téged. Szerezz egy tragacsot, nem a dajkád vagyok. Oké, Nazir, madám, már el is tűntem. Vár csak, szólt a Herkules. Este, ha úgy látod tiszta a légkör, nézd be hozzám. Érik számodra egy meló. Egyébként jó voltál. Arról szólt a küldetés, hogy a célpont kapja meg a testi sértését. Megkapta. A körülményekre borítsunk fátlat. A válladra hetet, és riszálja hasaddal, amíg össze nem esel, morogta Jáde. Füstölögve kivonult a pincéből. Lopjon kocsit. Lopott, nem válogatott, beérte egy fiat pandával. Amíg a felgerjedt tulajnő az öltségessel nevetgélt, a háta mögött szépen beült a járgányba, elfordította az indítókulcsot, és elproszkált. Lehet, hogy mostanáig fel sem tűnt a panda hiánya. A nő viselkedéséből kidetszett, a nyalka banán árus szánja déli fogásnak. Jó kéjvágyat! A tetthelytől biztonságos távolságban megállította a kocsit, s mert az Isten háta mögé készült, átszálaszta a kölcsönjárgányban található kazettákat. Nem sokáig tartotta fel magát, három zajhordozót talált, valamennyi szokatlan műsort kínált. Leszoktam, hirdette az egyik. Karcsú leszek, ígérte a második. A harmadik szép álmokkal kecsegtetett e sok aszkézis után. Já, de úgy döntött, karcsú lesz. Belökte a kazettát a magnóba, fura hangokat hallott, mintha egy gyanakvó mosónő a könyökével kavargatná a teknőbe mért vizet, attól tartva, hogy talán túl sok marólúgot lottyintott bele. A bugyborgás elmúltával vajazott női hang orgánum következett. Édes hallgatóm, gondolom, megnyugodtál már-e fenségesen előkelő testzenétől. Testzene! Korgott a gyomra! Nézd tükörbe! Nézd, bele sem férsz! Kövér vagy. De mit kövér? Hájas vagy, mint egy elefánt, mint egy tapír. A férfiak rád se néznek. Senki sem akart megcsókolni, nem szánja ajkait közé bíbor nyelvét. Bíbor nyelv? Valamelyik kölyök betegség tünete, talán a kanyaróé? Orvosilag málna nyelv a neve. Na ugye, látni sem bírod magad. Fordulj vissza a tükörhöz. Viseld el annak a zsíros dögnek a látványát, akit te tettél olyanná. Én mindjárt agresszív leszek. Illik így beszélni? Nézz a tükörbe, és ismételgesd velem. Ronda vagyok, kövér vagyok. Ronda vagyok, kövér vagyok. Ilyen nincs, és ezért a műsorért pénzt kértek? Most menj ki a konyhába, és nyisd ki a frizsider ajtót. Dobd ki a szalonnát. Utálod a szalonnát. Most a szalámit. Rühelled a szalámit. Téged rühellek. Dobd ki a tejszínt. Okátsz a tejszíntől. Söpörd le a porcról a tojásokat. Ki nem állhatod a tojásokat. Na, mi maradt? Alig, hanem a hőmérő. Kidobja? Még mindig több, mint elég, amit a hűtő, ami a hűtőbe maradt. Finom répácska, hers, hers, káposzta, megőrülsz a káposztáért, saláta, imádod a salátát. Hoppá, a sarokban sunyin megbújt a majonézes tubus. Azonnal dob ki a majonézt, utálod a majonézt. A lágerparancsnok jelenti a lágerkonyhából, ma is jót legelünk, julacskáim. Most persze azt hiszed, nagy-nagy áldozatot hoztál, fenét. Saját, jól felfogott érdekedben tettél néhány döntő lépést. És mielőtt még meginognál, lép vissza a tükörhöz. Látod azt a guztustalan zsíros testet? Nem látod, ha nem veszed le a ruhádat. Vetkőz. Na! Vetkőz, mint a férfi előtt tennéd, és kritikusan vedd szemügyre magad. Számold össze a tokáidat. Hiába hordasz sálat, messziről ordítanak a tokáid. Láger néni, tessék mondani, miről ordítanak a tokák? És ha a két kezeden összeszámláltad a tokákat, olvasd meg, hány hurka ül a nyakad körül. Guztustalan vagy, mint egy tál forró zsír. Milyen a vállad? Hát nem gömbölyű, az biztos. Légpárnás. Most jó alaposan vedd szemügyre a melleidet. Megvan! Ezt ordítják a tokák hanyat homlok. Tudják, mi van a delnő két melle közt? A köldöke. Látod ezt a két kinyúlt, leeresztett luftballont? Puhák és zsíros tapintásúak, mint a főtt szalonna. Borsózik a hátad, ha a melledet nézed. Pillancs a hasadra. Nem bírom, mindjárt ki kell hajolnom az ablakon. Ez rosszabb, mint egy gazdagon illusztrált Corbons tankönyv. Jáde tovább tekerte a szalagot. Ronda vagy, ilyen rondát még az életedben sem láttál. És ez mind te vagy. Ronda, kövér, fúj, fúj. Meg fogok verni valakit. Nem, festünk számot a tényekkel. Nem vagyok ronda. Kövér meg aztán pláne nem. Különben a kövér sem okvetlenül ronda.
A víznák is lehetnek különösen szépek, mint például Tilton. Gondold át a szexuális életedet, lépésről lépésre. Ettől a lelki masszástól csak egyszer nem eszel, soha többé. Ez nem tréning, hanem terror. Nem a tükörhöz megy a delikvens, magára nyitja a gázt. Senki sem akar veled lefeküdni, de még megcsókolni, gyengéden átölelni sem akar senki. Mikor sugdostak utoljára bohóságokat a füledbe? Gyalázatosan nézel ki, te emberiség szégyene! Jáde kinyomta a kazettát a magnóból, és széles ívben elhajította, de azért csak nem lett jobban. Valósággal tajtézott a dűtől, amikor behajtott olasz telepére. A szilajkocsik, böhöm motorok sütették magukat a késő őszi napsugárral. Sárkérgesedett a mély keréknyomokban. Olasz a kaibájában ült, és nácikat kergetett számítógépen monitorán. Nazir küldött, mondta a lány. Fogd meg valamit, és menj vele, felelte a pasas, fel sem nézve az egerészésből. Már fogtam, azzal jöttem. Hagyj békén! Olasz lelőtt három gestapóst, kettőt felrúgott, egynek kiverte az összes fogát, mégis beszorult egy pincébe. Jáde kifordult a szabad ég alá, megtekintette a járgányválasztékot, de valahogy egyikre sem támadt gusztusa. Visszament. Olasz kikapcsolta a gépet, és székét megfordítva a lányra nézett. Milyen a fejed? Konkrétan melyik vonásom érdekel? Ha a karmolásokra célzol, semmi különös. Macskával borotválkoztam. Gyakoroljunk? Azért jöttem. Feküdj le a hencserre, rögtön jövök. Mit csináljak? Hörrent Jáde. Nem, mintha nem értette volna. Mind a mellett a pasas nem úgy festett, mint akit marcangol a vágy. Ha nem jó hencser, vágd el magad a szőnyegen. Remélem, nincs rajtad haristen a drág, mert attól lehervadok. Azok ott, odakint, mint egy szálig lopott kocsik? Azt hitted, vettem őket? Én a szellemi apportot adtam a vállalkozáshoz. Na persze, nem újság. Társalgunk vagy kettyintünk. Tedd le a nadrágodat, de a többi cuccot hagyd magadon. Nem bírom a libabőrös csajokat. Nem társalgunk, nem így kettyintünk. És ha nem is vezetünk, már pedig nem vezetünk, mert ugyan mit tanulhatnék még tőled, akkor üdvözlégy, elmegyek. Egy fenét mész el, amikor már ennyire begerjedtem. Ami most rád jött, nem szex, hanem erőszak. Hívd, aminek akarod. Olasz megragadta a lány csuklóját. Ne pakold magad, a múltkor tök vazelinozottan mentek a dolgok. A múltkoriról csak annyit, hogy oly rövid idő alatt, oly sokat, még sohasem unatkoztam. Olasz megvakarta az állát. Töprengőnek látszott, jobb keze azonban változatlanul présben tartotta a lány csuklóját. Kifejtenéd, hogy mit akartál mondani? Kérdezte végül, sehová sem jutván a megerőltető gondolkodással. A te szex tudásod olyan, mint egy lapos közhely. Senki nem kér belőle másodszor. Még mindig nem érted? Engedd el a karomat, mert az enyém. Hulladős vagyok, és nem szeretnélek éppen téged lábközt rúgni, mivel hálás fajta vagyok, és észben tartom, hogy mégiscsak tőled tanultam vezetni. Olasz bámulatos, éles elmélyűséggel kapcsolt. Nem akarod a kettyintést? Mi az, hogy nem akarom? Ha kell, az életed árán akadályozom meg. Ugye csak hülyéskedsz? Mi az neked? Hélium van a fejedben? Engedd el a karomat, már is üszkösödik. Olasz csúnyán elvigyorodott, és a csuklójánál fogva magához rántotta a lányt. Aztán berepült a hencser és a kaiba durva deszka fala közé, hátában néhány különösen gyalulatlan szálkával, combjai közt parázsló kinnal, szemében ritka férfi könnyekkel. Jáde, látván, hogy a pasas nincs jól, betakarta őt a sáros szőnyeggel, és kiment a pandához. A kocsit a banánáros utcai standjának közelében hagyta. Sétára indult. Felhő magas irodaházak tornyosultak fölötte, e monstrumok között a legszélesebb utca is sikátorrá szűkült, a levegőben megrekkent a benzinfüst. Jáde teljesen elkedvetlenedett. A nyomasztó negyedből kitörve az üzletsoron találta magát. A mohó tömeg kirakattól kirakattig lögdöste, akár egy eldobott hamburgeres dobozt. Minden üzletből más és más zene hömpölygött a járdára, slágeresek. De végső soron valamennyi kirakat ugyanazt a portékát kínálta. Emléktárgyakat, divatholmikat, viharosan elavuló bolondságokat, szellemesnek szánt képeslapokat. Az üzleteknek helytadó épületek a tarka portálok fölött visszanyerték egyéniségüket, de senki nem figyelt az emelet magasan álló kariatídákra, a koromlepte falból előkandikáló kőoroszlánokra, istenarcokra, girlandokra és virágkosarakra, a faragott erkélykorlátokra, a lakószobák ablakpárkányáin álló madárkalitkákra, virágládákra, amelyekben fázósan hervadozott a petúnia,
és hosszú őszben bízott a fagyékony muskátli. A város meg és elbűvölt mindenkit, végre is évszázadok óta épült, terjeszkedett, leégett, talpra szökkent, megcsúfolt és kicsinosították, bővítették széltében, majd fölfelé, befogadott boldog-boldogtalant, fehér, sárga, barna és fekete lakói a tarkaságig keveredtek egymással, rengeteg parkjában évgyűrűk gyűltek a hars zöld fák törzsében, és midőn végképp a száguldás lett a követendő életforma, a fák méltóságosan helyben maradtak, nyugalmat és harmóniát árasztva hiába valón. Megint a Teherán. Jáde alig hitte, hogy újra ott jár. Az árusok evenyészet gondoláin lifegő zsákvásznakba, nejlónlapokba, napszitta ponyvákba markolt a szél, e vitorla csattogásra emlékeztető hang úgy annyira a piachoz tartozott, akár a kifürkészeletlen mosolyú kínaiak csecsebecséi, rizspapír napernyői, festett legyezői, füstölő rudacskái, acélgolyói, bohém karórái, egyszer használható pamutholmiai, miként a lángcsapta sötét arcú pakisztáni bőrárusok cukorka édes mosolya, nőszédítő, pergőnyelvű áradozása, hízelgő alkudozása, amelyben mindannyiszor belecsillant némi nemű játékos szexualitás is. A vajszínbőrű, nagymatag fehérek, főleg a napi reklámokban hirdetett cikkek silány utánzatait kínálták, hanem is agresszíven, de cinikus unottsággal, és ott reppeltek mellettük a mindig feldobott, folyton vonagló, olajos szemefehérű, csupaszáj feketék, vuduvarázslatokat, hímzett kelméket, szíjas sarukat tupálva. Kapható volt könyv, új és régi, avit porcelántálak, regényeket mesélő teáskészletek, zogogtató pásztorlánykák, édeskés pudlik, mókás órák és előkelő szekrényes ingások, régi lemezek, az ifjúság visszahozhatóságával kecsegtető, hivalgó CD-k, használt, használatlan és használatlan holmik pazar összevisszasága. A Teherán akár a frissiben vízbe dobott pezsgő tabletta forrt és lüktetett. Bájolt, bűvölt, csalt, taszított és visszasírt. Ott lézengtek a szürke mimikrinek öltözött fülbesugdosók, tőlük drogot, fegyvert, nőt, fiút és bérgyilkost lehetett venni, de rendelésre csecsemőt és szerdonort is szállítottak. 2 kilócska bépozos májrenddel. Arkangyalt hozok, nem is babácskát, ajándék ez a vétel, jó kedvemben megtoldom egy zacskó liberóval. Tőlem olyan gránátot vehet, amitől a rejstág újra poligég. Drága uram, olyan kerekseggű fiúcskát kap tőlem, göndört kacérat, akivel learadhat minden virágszálat a gyönyörök kertjében. Szép asszony, az én jó emberem úgy elintézi a kiskegyed utált férjét, hogy írmagja sem marad a szarházinak. Ne fizessen méreg drága repülő utakért, az én porommal a mennyországig szállhat. Az én kurvám nem közönséges kurva, az én kurvám olyan kurva, akivel úgy elperzseli az ágyat parkettát, hogy az alsó szomszédnál tér magához. Fűthető pultokból ételillatok áradtak, a világ konyhái képviseltették magukat, mindenki ehetett, amit csak akart, lótuszt, bambuszrügyet, articsókát, vajazott avokádót, pizzát, piláfot, polipot, kagylót, rántott macskacombot. Szendvics paletta kínálkozott nikkeltálcákon, sárga, narancs, zöld, barna kenőcsök virítottak szelt kenyereken. Jáde különösen a dilisekhez vonzódott, a vakító indián asszonyhoz például. A jólélek hófehérnek született, egyszer csak kattant valami az agyában, mire kirojtozta még a hálóingét is, haját varkosba fonta és feltollazta, mokasszint eszkábált duci lábfejére, tarisznyát szőtt új nyivastag fonalakból, rákapott a pipára, varástévő talizmánokat kínált kis sámliról. A válig omlóhajú őszköltő rímeket árult, a helyszínen faragta valamennyit, költeményei fennkölt érzületekről szólottak, kivesző nemzettudatot gyászoltak, de rendeléssel lakodalmas vagy gyászos verset is kovácsolt. Délutánonta az ügetőre hordta, soknyi pátosszal keresett, kevésnyi bevételét. De Isten igazából az ócskásból vonzotta ezúttal. Addig-addig téfergett a piacon, míg nem a tér oldalában álló üzlet elé tévedt. Mélyet lélegzett és benyitott. A pillangónő ott állt, ahol szokott, titkát azóta sem fette fel senkinek, és a terebélyes íróasztal árnyékában megcsillantak a tolószék kerékküllői. Már is? Kérdezte a Fosszília. Álla előre ugrott, ha nem is csengetve, mint a pénztárgép fiókja, midőn kiforra végösszeg. Látni szeretném a medált, és kérdeznék valamit.
Kérdezni, milyen kérdés az, amire nem válaszolhat önmagának? Jádéna kedve szottyant gorombát felelni. Mit játszogat vele ez a mészlerakat? Az egyenes beszéd korát éljük, nem de? Nem érünk rá topázni. A kőszín szemek észrevették dühe lobbanását. Ne legyen türelmetlen. Hány éves is? 17. Tudom, maga azt hiszi, hogy a fekete pillangó fogta meg a lelkét. Nem a pillangó az, ami nem hagyja nyugodni, hanem a titokzatossága. Szeretne szintén titokzatos lenni? Rejtőzködni? Hogy aztán, mikor már ezer szám váltogatta arcait, ráleljen maga magára? Emelje fel a láda fedelét a bábú előtt. Tessék, állarcok, maszkok. Nem az a maszk számít, amit félrelök, ám amit megfog és az arca elé emel, az már egy-egy vonás magából. Az ember nem ilyen vagy olyan, hanem ilyen is, meg olyan is. Ne akarjon mindennek szilárd körvonalakat, érzelmeire fogantyúkat, hogy megragadhassa azokat. Vagyunk néhányan ilyen furcsa halandók. Nem racionálisak, hanem emocionálisak. Nem baj, ha nem értenek minket, még az sem baj, ha bolondnak tartanak. Mélységesen nem számít, milyennek látnak bennünket mások, ha a mi ablakaink a képzeletre nyílnak, és ha a tükreink olyan világba vezetnek, ahová köznapok embere soha el nem juthat. Maga még csak sejti, hogy közülünk való, még tapadni próbál a valósághoz. Bizonyára durva életet él, mert az azzal kecsegteti, oda tartozik, és nem emide. Korán jött, de miért siet? Várjon, s lassan magára talál, ami keresi. Já, de mélyet lélegezve visszacsapta a láda fedelét, és úgy emelkedett fel guggoltából, hogy most aztán helyre teszi az ak szemfényvesztőt. Megnézte tegnap a gyűrűmet, igaz? Na most, nem sokkal később ez a gyűrű kis híján megsütötte az ujjamat. Akitől kaptam, az sem volt tök normális, mert arról szövegelt, hogy ha az opál elfogad engem, akkor jön rám a jó világ. Én még azt is beveszem, akár a kanalast, hogy esetleg talántán lehetségesek efféle dolgok. Tegyük fel, hogy én igenis kapcsolatot, eleven kapcsolatot tartok fenn a gyűrűvel. De hogyan és miért? Ezt magyarázza meg! Ha magyarázatra van szüksége, forduljon a tudós akadémikusokhoz. Ők meg fogják magyarázni, és maga továbbra sem fogja érteni. Ha azonban érezni akarja a gyűrűjét, és majdan a medáliát, akkor ne csináljon semmit. Egyszerűen ne csináljon semmit ez ügyben, mivel egyrészt hasztalan, másrészt felesleges. Éljen együtt e különlegességével, sőt élvezze, hisz ezért is adatott. Vannak földlakók, akik úgy élnek, akár a versenycsigák, lelóholják élethosszukat, és soha el nem szabadulhatnak a sorspályától, amelyhez nyálkájuk nyálasítja őket. És vannak a világlakók, akik otthonosak itt és ott is, mert egy plusz gén folytán velük született a harmónia, és mert a képzeletükre hagyják magukat. Most nem hisz nekem, mivel a feje tele káosszal. Egyszer majd minden leülepedik, ami most kavarog. Engedje meg, hogy én kérdezzek valamit. Vonza a holdkő medál? Olyannyira vonza, hogy nem tud ellenállni? Érzi, hogy mindennél jobban kell magának? Ha válasza háromszoros igen, akkor tudhatja, hogy nem kérdezni jött hozzám, csupán a bizonyosságért. Ha játszik ebbe úgy hozzá, jöjjön el máskor is. Bármikor kölcsön veheti bármelyik állarcot. És egy napon a holdkő magával megy majd, és együtt maradnak. Nem értem, mit mond, csak sejtem. Elég ennyi is. E szókat, mint ösztön és érzelem alantasságokként emlegetik, holott csak szándék vagy tett lehet alantas és szégyenletes. Já, de zúgó fejjel fordult ki a boltból, és amikor egy kézmarkolt a vállon, azt hitte az iparművész jött el a kétes randira. De ekkor felbődült az eltévesztetlen fejhang. Megvagy te kis ribanc!